Hölgyeim és uraim, barátaim! Az emlékülés előadóit Kis Ferenc élő emlékezete mozgósította, hogy a legendává foszladozó nagy népi hurrál újra közösséget formáljon, mert a történelmi haza magasába rajban fölrepülni, szemlélődni, értékelni, változást sürgetni újra és újra lehetőségünk és szent kötelességünk. Kis Ferenc életművét az idő nem kezdte ki. Elszánt közéleti küzdelme, szellemi új lenyomata ott van a Bethlen Gábor Alapítványon, a Hitel című folyóiraton. Irodalomtörténeti, történelmi elemzései pedig ma is iránytűt jelentenek. Kis Ferenc írásaiból is másoltunk a 70-es, 80-as években rövidebb, hosszabb részleteket, és adtuk tovább a táguló baráti körben, és ezek az idézetek is működtették azt a szellemi áramkört, ami aztán éltető gondolatokat, energiát adott a Bethlen Gábor Alapítványhoz, a Hitelhez, vagy éppen a lakiteleki találkozóhoz. Példaként egyetlen idézet Kis Ferenctől, amit Indigóval magam is másoltam, gépeltem. Ebben Kis Ferenc azt fogalmazta meg, hogy a 20. században a kollektivista szemléletű kommunista és náci eszme tönkretette az európai humanizmust. Ezt írta 1979-ben az Érett Kosztolányi című életmű elemzésében Kis Ferenc. Idézem. Ismeretes, hogy a kollektivitás jegyében beteges és hitvány eszmék, ártalmas intézmények egész sorát hívta életre a két háború közötti Európa kritikus állapota. Ezek az eszmék országok és népek sorsát intéző szerephez jutottak. Itt persze meg kell említeni, hogy az irodalomtörténeti sorozat szerkesztője nem más, mint Cine Mihály volt. Kis Ferenc közvetlen kapcsolatrendszerébe jómagam még a 70-es évek közepén kerültem. Ekkor történt, hogy a Kárpátaljai Magyar Irodalom története 1945-től napjainkig című dolgozathoz gyűjtögettem éveken át könyveket, újságokat, írásokat. Nem volt egyszerű. Még a Könyvvilág című újságba is feladtam egy hirdetést. Ilja Mihály írt néhány sort, ő segített kijutni az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Kárpátaljára. Javasolt egy magyar vezetéknevű családot, aki egy ajándékért cserébe rokoni meghívó levelet küldött Beregszászból. Édesanyám magyar Ilona, így utaztam Beregszászra, onnan pedig tovább, Ungvártól Husztig sok-sok településre eljuthattam, ebben többek között Balla Gyula, Stumpf Benedek András és Vári Fábián László voltak a segítségemre. Ekkor lehettem Kis Ferenc postása is. A szülőfaluban, Péterfalván meglátogattam az édesanyját, és vittem gyógyszert, édességet, pénzes borítékot és élőszóban családi híreket, üzenetet. Ezzel a kalandos kárpátaljai kirándulással Kis Ferenc a bizalmába fogadott, és valószínű ennek is köszönhetem, hogy 1976. októberében Buda Ilonkával elhozta lakitelekre a költőt, Nagy Lászlót. Zsúfolásig megtelt a művelődési ház előcsarnoka, és minden olyan egyszerűen történt. Buda Ilonka énekelt, Nagy László verset mondott, Kis Ferenc pedig beszélt. Közösséget szolgáló hitvallása volt, ahogyan Nagy László költészetéről beszélt. Idézem. Líránkban az elmúlt évtizedben nagy átrendeződés ment végbe. Úgy annyira, hogy hol nyíltan, hol burkoltan az a nézet is formát öltött, hogy a Balassitól Illyésig szinte töretlenül áramló közösségi természetű ihletek elapadtak, s aki fontosat tud az emberről, az nem vesződik közügyekkel. Nagy László úgy alkotott lírát,
hogy az egyén mindennapi lehetőségeit és gátjait nem szakította el a társadalom kérdéseitől. Esztendők múlva Széchy Margit hozta lakitelekre Nagy László rajzait, verses grafikáit, Kísérlet a bánat ellen címmel. Már gyülekezett a közönség, amikor Margitka egyre hangosabban idézte föl az évekkel azelőtti Nagy László estet. Azt mondta Feri, Kis Ferencről beszélek, hogy amikor Lacika itt volt, akkor azért voltak olyan sokan, mert még Pestről is jöttek a titkos rendőrök. Kicsodák? Kérdeztem vissza. A titkos rendőrök. Mondja, maga már látott titkos rendőr? Margitka egyre hangosabb lett. Hogy néz ki egy titkos rendőr? Van revolverük is? Margitka, halkabban próbáltam csillapítani. Álljon elő egy titkos rendőr, hadd lássam, hogy néz ki egy titkos rendőr? Margitka, kiállítás. A Ferit látják a titkos rendőrök, de ő nem láthatja a titkos rendőröket. Engem is néznek a titkos rendőrök, de én is látni akarom az arcukat. Margitka, most a kiállítás, Kísérlet a bánat ellen. Megnyugodott. Akkor kísérletezzünk, barátom, kísérletezzünk csak a bánat ellen. Aztán csöndesen hozzátette, azt ugye tudja, hogy Feri nagyon beteg. Igen, akkor már tudtam. És igen, kísérleteztünk a 80-as években a bánat ellen, és jöttek az új bánatok, és maradtak a régiek is, és Kis Ferenc csak sejthette, de nem ismerhette a titkos rendőrök arcát, talán nem is érdekelte, de a bánat igen, a nemzetünk sors kérdései igen, és a barátok arca igen, a szellemi rokonok, az ifjabb és a hosszabb ideje fiatal arcok igen, akik közül többen ma délután itt az emlékülésen Kis Ferenc építkező gondolatait, emlékeit fogják majd fölragyogtatni. Köszönöm.